Tisztelt kollégák, kedves barátaink! Elnök úr kérésének megfelelően én is bemutatkozom, Németh Pál vagyok, és annak idején a KKC-ban én hardverfejlesztő voltam. Hogyan is jött létre ez a mai délután? Állítólag Bóka André küldött egy e-mailt Dömölki Bálintnak, akit megtalált a neten, hogy Vasvári Györgynek a hozzáférését próbálja elérni, és ezt közölje vele. Megtörtént ez az oda-vissza üzenetváltás, és akkor én is valahogy bekapcsolódtam ebbe. Hát ugye ebbe a körbe valakinek valahogy bele kell másznia, és akkor rögtön arra gondoltunk, hogy ha már egyszer 4 érintett van, akkor jó lenne, hogyha több lenne, és azokat a kollégákat, akik egyáltalán elérhetők voltak abban az időszakban, megpróbáltuk egy közös találkozásra összehívni. Mint mindig ilyenkor, hát éppen az elmúlt évben, május 19-én volt, sok év után örömmel üdvözöltük egymást, visszaemlékezések történtek, hősi történetekről beszéltünk, amik természetes nekünk voltak, csak annyira hősiek. Sok sztori volt, nosztalgiázás volt, és természetesen nem maradt el az a kérdésem, hogy mi lett volna, ha ezt nem folytatjuk. De azért az is felvetődött, hogy vajon van-e valamilyen lenyomata annak a KKC csapatnak, amit mi alkottunk, és a mi személyes történeteink, gondolkodjunk el ezen, hogy tulajdonképpen megérdemlik-e azt, hogy egy nagyobb közösségnek is a történelmi részévé váljanak. Hát erről gondolkodtunk, de megállapodtunk abban, hogy jövőre ismét találkozunk. Az Angelikában a találkozóról néhány kép készült, ezeket megpróbálom gyorsan levetíteni. Ebben az évben is május hónapban találkoztunk, szerencsére most már sokkal többen jöttünk össze az Angelikában, mint korábban. Folytatódtak a visszaemlékezések, most már előjöttek azok a csíntevések is, amiket annak idején elkövettünk, ugratásokkal együtt. De a nagy kérdés tulajdonképpen az volt, hogy mutassuk be a Neumann János Társaság informatikai történeti fóruma keretében azt, hogy hogyan jött létre a KKC és főként az M3, milyen alkotások és milyen kezdeményezések születtek ott. Elhatároztuk, hogy összegyűjtjük ezeket, az értékeinket próbáljuk megfogalmazni, amire egyrészt a mi ifjúságunk meghatározó szakmai élményeiből állnak, de másrészt úgy gondoljuk, hogy ezek tulajdonképpen a szakmának a közös történelmét is alkotják. Hát mire emlékezzünk? Nyilvánvaló a központ az M3, az első magyar elektronikus számítógépnek a megépítése, létrehozása, új egységeknek az illesztése, amit sikerrel elvégeztünk. Az M3-nak a korszakban egyedülálló elvtársi és rokoni kapcsolatokra épülő importja azóta is tulajdonképpen a legendáknak a körébe tartozunk. Komputer egyenlő számítógéppel. Az új kifejezés megalkotásra került, és annak a szakmai elfogadtatásáért sokan, elsősorban Minik Tóni, hihetetlen sokat küzdött és harcolt. Lényegében innovációt képező műszaki és gazdasági megoldások születtek, és olyan számítások elvégzésére is mód adódott, amiket eszközök nélkül, számítógép nélkül nagyon nehéz lett volna elvégezni. Új szakmák honosultak meg, hát tulajdonképpen az egyik barátunk állandó jelleggel mondta, hogy ő az ország első hivatásos operátora. Ez a Várkonyi Zsolt volt, azóta is büszke rá. Programozás elméleti és nyelvészeti kutatások folytak, operációkutatási műhely jött létre, jelentős szakmai, szakirodalmi ismeretterjesztő tevékenység volt.
Megszületett az első számítástechnikai export Romániába. Kiemelt szakmai koordinációs feladatokra kiemelést nyert, kijelölést nyert a KKC. Ne feledkezzünk meg arról, hogy egy találkozóhely alakult ki, ahol a legkülönböző szakmai területeknek az új iránt érdeklődő szakemberei rendszeresen látogatták az intézetet, az új képet és a környezetét. Ebből egy közös gondolkodás alakult ki. Megtisztelő látogatóinkkal, vendégeinkkel nagyon sokat tanultunk ebből. Célunk az, hogy mindezekről számot adjanak azok az előadóink, akik most sorban követik egymást. Szünetet fogunk tartani, de a szünet után is további programokra kerül természetesen sor. Először az első előadásnak a megtartására Vasvári Györgyöt kérem föl, elnézést kérek, rosszul mondtam, Dömölki Bálintot kérem föl, aki tulajdonképpen a kezdetekről fog beszélni.